Új szerződést kötött Székesfehérvár önkormányzata és a Fehérvár FC a Sóstói stadion használatáról. Ennek értelmében a hazai bajnoki kupa és nemzetközi mérkőzésekre az árusítást a város végzi, és üzemelteti a Vidi Múzeumot is. Ugyanúgy a csapatnak, mind a városnak azonos az érdeke, azaz minél többen legyünk a stadionba, és a lehet minél többen bérlettel érkezzenek. Nem emelünk a bérletiségi árakon, nem változtatunk a struktúrán. Ez is egy közös döntés volt a város és a klub között. Mindent megteszünk annak érdekében közösen, tehát, hogy minél többen szurkoljanak. A 2023-as őszi bérlettel rendelkező szurkolók számára is lesz elővásárlásra lehetőség az eddigi bérletes helyükre, egészen február 11-éig. Különböző lelátókra, különböző felnőtt és kedvezményes bérleteket lehet vásárolni. Bízunk benne, hogy nagyon sokan élnek majd ezzel a lehetőséggel, hiszen valóban egy szerethető csapatnak jött össze az ősszel, és tudnak majd tavasszal szurkolni a székesfehérvárosiak, illetve a vidi szurkolók. 6 mérkőzés lesz a sorsolásnak köszönhetően a tavaszi szezonban, úgyhogy bízom benne, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel. A bérleteket már online is meg lehet vásárolni.